Ezzel a népdallal szakadó esőben vette kezdetét az Elhurt voltak emléknapja alkalmából tartott megemlékezés hétfő délután Nyíregyházán az északi temetőben. A II. Világháború alatt és után Magyarországról mintegy 800 ezer embert hurcoltak el a Szovjetunióba, ahonnan átlagosan 28 hónapos kényszermunka után térhettek haza, ha túlélték egyáltalán az ottani megpróbáltatásokat. 1944. november 2-án innen vittek el Málenki robotra 2300 embert, akiket úgy fogdostak össze egy-két napos helyi munkára, vagy az utcán szedtek össze, voltak köztük vasutasok, postások, akit az orosz katonák elkaptak, és innen Debrecenbe vitték az áldozatokat, és onnan Szolyván volt a gyűjtőtábor, és vitték különböző munkatáborokba. Nagyon sokan meghaltak, ott vesztek, nem is tudták, hova mennek, ilyen fagyos téli időbe, éhezéstől, az agyondolgozástól, betegségektől meghaltak, nagyon kevesen jöttek sajnos vissza. Az 1956-os forradalom és szabadságharc fordulópontja november 4-e volt, ekkor hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, amelynek célja az volt, hogy leverjék a forradalmat és megdöntsék a Nagy Imre vezette kormányt. A vörös hadsereg támadását a forradalom hívei nem nézték tétlenül. Az ország számos pontján elkeseredett fegyveres harc kezdődött a több ezerszeres túlerővel szemben. Emlékezünk itt, mert azt mondjuk, hogy most a jelenlegi generációkkal várost építjük a jövőnek, a gyerekeinknek, unokáinknak, nem tehetjük meg, ha múltról nem emlékezünk, és az itteni névtelen áldozatok a mi közös halottaink. A halálos magyar áldozatok száma november 4-én a fővárosban közel 200 fő volt. Ezekben a napokban közel 5000 főt fogott el a szovjet hatóság, közülük 860 főt a KGB hadifogolyként szovjet területre hurcolt. 2013 óta ezért a kormány döntése alapján november 4-e hivatalosan is nemzeti gyásznap.